Üdv prepperek! Ebben a mai videóban nem más, mint a VEVOR saját márkás meteorológiai állomását szeretném nektek bemutatni, megnézni, kicsomagolni, megnézni milyen funkciókkal bír, úgyhogy gyertek és tartsatok velem! Nos, a kis állomásunk egy ilyen kartondobozba érkezik, de bontsuk is ki, hogy mit találunk benne. Ezen az oldalról így kihúzzuk, nem titok, már kibontottam, megnézegettem, de még nem szereltem össze, amit most együtt fogunk megtenni. Ugye kapunk hozzá használati leírást két nyelven is, ugye itt szépen le van írva, hogy hogyan tudjuk az interneten beregisztrálni, ugyanis ez egy olyan eszköz, ami az internetre föltolja, és akár az időképbe, vagy bármilyen rendszerbe is be tudjuk táplálni az mért adatokat. Ennyi minden tartalmaz a doboz. Ez itt a főegységünk. Bontsuk is ki. Ugye itt van maga a szolárpanel rész. Ez a széliránymérő, föl is van tüntetve itt egy kis piktogrammal, hogy ő a széliránymérő, ő a szélerősségmérő. Itt van bennekünk ebbe az árnyékolt részbe egy jól szellőző, de mégis árnyékolt részbe a hőmérőegységünk. Itt a tetején van a luxmérő. Van egy vízmértékünk, hogy mikor beállítjuk, ugye akkor vízszintbe legyen elhelyezkedve, mert akkor mér helyesen a vízmennyiségmérő, ami ugye a csapadékot méri le nekünk, hogy mennyi csapadék esett aznap. És hát nagyjából ennyi maga a készülék. Maga a lux mérője tud UV-t is mérni, úgyhogy nézzük meg, hogy még mi van a dobozban. Ugye van nekünk egy rögzítő elemünk, amit ezzel a kis egységgel tudunk úgymond összeállítani. Aztán kapunk egy beltéri egységet, amit nem árulok el titkot, már raktam bele elemet, és így néz ki maga az egységnek a kijelzője. Természetesen kapunk hozzá DC csatlakozós töltőt, ami itt található. Kapunk egy ilyen kis DC töltőt, kapunk egy akkumulátorpakkot, mert ugye ez a kis szolárpanel, ami itt van, amit most így el is távolítom ezt a fóliát, ez a szolárpanel, itt a hátuljába tölti ezt a 3 darab akkumulátorcellát, amit majd bele fogunk szerelni, de először nézzük meg, hogy még miket tartalmaz a csomagunk. Itt van maga a szélkakasunk, ami a szélirányt méri. Kanalas szélerőmérő. Ez a csapadékmérőnek a gyűjtőtányérja. Ezzel tudjuk majd rögzíteni ezt a gömbcsuklót. Kapunk egy csavarhúzót, ami egyben imbuszkulcs is. Kapunk egy csillagcsavarhúzót. Csavarok, tiplik, anyák, amik fontosak a szereléshez. Hát igazából ennyi, másunk itt nincs is a dobozba, akkor szereljük össze. Igen, van neki egy ilyen kis barázdája, ott kell összedugni. Aha, itt van is egy visszajelző ledünk, ami már be is villant, tehát leadta az első jelet. Most már egyébként be is van üzemelve. Aha. Ki is billent ez a kis tartó. Aha, belül van a mágneses rész, mert a mágnes kapcsoló fogja úgymond ezt a billentést érzékelni, ahogy itt elbillen egyik irányból a másik irányba a kis kanalacska, úgy egy adag folyadékot ugye lemér, és ebből ő tudja, hogy mennyi csapadék esett, mert ugye ez a kis esőgyűjtő, ez középre fogja csorgatni a vizet a lapátba. Így. És azt nézem, hogy ez nem lehet rögzíteni. Pedig de. Így, aha, meg bekattant, úgyhogy most nem fogja már kivinni belőle a szél. Na, ezeket a legvégén fogom fölrakni rá, hogy el ne törjenek, hiszen ezek ilyen kis vékony, kis apró kis műanyag alkatrészek, és nem biztos, hogy jót tenne neki, hogyha fejjel lefelé lenne. Itt van ez a gömbcsuklónk, és van hozzá ez a leszorító elem. Így. És innentől kezdve már megáll a talpán is a mi kis meteorológiai állomásunk. Föl tudjuk rakni a széliránymérőt. Így van, megvan a széliránymérőnk is. Innentől kezdve pedig most már a szélerőt is méri a mi kis ketyerénk. Méri a hőmérsékletet, már küldi a jeleket magának a vevőegységnek. Most, hogy összeszereltem ezt a meteorológiai állomást, és kapcsolatban van a beltéri egységgel, most már nem marad más, mint a fölszerelés és a beüzemelés, hogy interneten keresztül is elérhetővé váljon. Hát itt vagyunk a lakókocsimnál, és bár nem a lakókocsira szokás rakni az ilyen szélmérőket, meg meteorológiai állomásokat, mert alapvetően az első szempont az, hogy egy fix helyen legyen letelepítve, a fix helyen legyen ugye bejelentve az interneten, illetve ami még nagyon fontos, hogy megfelelő magasságba és kevésbé szélárnyékos részen, tehát ahol az épületek nem tudják a széliránynak az irányát befolyásolni, tehát ez ugye egy fontos szempont. Többek között még az is, hogy árnyékot ne vessen fényszenzorra semmi, illetve hát a napelemre se, nyilván ugye akkor nem tud rendesen töltődni. Amit még itt a kibontásnál elfelejtettem megemlíteni, hogy maga a kis szolárpanel el van látva egy polikarbonát lapvédelemmel, amitől igazából egy pluszvédelem kerül a szolárpanelre. Nem tudom, hogy maga a szolárpanel milyen típusú műanyagból készült, de ugye tipikusan ezek a nagyobb méretű szolárpanelek, ami ilyen műgyanta bevonattal van ellátva, azok beszoktak kopálosodni 2-3 év múlva. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt mi fog történni ezzel a polikarbonát lemezzel, illetve hogyha esetleg ez is elöregszik, akkor mennyire lesz cserélhető. Na de ez majd az idő fogja elmondani nekünk, hogy mennyire tartós. Amint látható, létrehoztam ide egy ilyen platformot a lakókocsimnak a tetejére, mert ebbe a platformban lehet fúrni, tehát bárhova. Most itt van CB antenna, ez meg az. Egy-két dolgot még tervezek fölrakni a lakókocsi tetejére, úgyhogy az a terv, hogy ide a platformra fogjuk elhelyezni ezt a széliránymérőt. Nekem nagyjából kb. Ebbe az irányba kell majd telepítenem. Úgyhogy ez a terv, kezdjük is el. Nos, mielőtt még rögzítjük, előtte beállítjuk, hogy megfelelő irányba álljon a szolárpanelünk, tehát hogy a legtöbb napfényt tudja összegyűjteni. És ugye ez nem csak azért fontos, hanem azért is, hogy a szélirányjelzőnk az megfelelő adatot rögzítsen és küldjön. Főleg, hogyha ezt internetre föltermeljük közösségi adatként. A másik, ami nagyon fontos, hogy vízmértékünk az megfelelően középen legyen a buborék, ugyanis az az adat viszont itt maga a vízgyűjtőnél nagyon fontos, hogy megfelelő szögben álljon a tányér és rendesen gyűjtse a vizet. Na nálunk körülbelül ez az irány, ezt egyébként a parabolámnak a, sőt azt kell mondani, hogy inkább ez a helyes irány, és így fogjuk most rögzíteni a mi kis szerkezetünket. Most ahhoz, hogy jól tudjuk rögzíteni és aláférjünk a fúróval, ehhez magát a konzolunkat szétszedjük, és először is így fogjuk lerögzíteni a talpat. És most, ha ezzel meg vagyunk, akkor berakjuk magát az állomást, és oldalt berögzítjük. Nos, gyönyörű szépen itt van nekünk a platformunk, szépen működnek a dolgok rajta. Talán a napelem belsési szögén esetleg lehet változtatni, ugye most a nyári időjárás miatt azért lehet, hogy jobb az a pozíció, úgyhogy most lehet, hogy hagyom is, de télen kicsit laposabbra fogom állítani, hogy a belsési szög jobb legyen a szolárpanelnek. Na most menjünk be és állítsuk be bent a beltéri egységet, és kapcsolódjunk fel az internetre. Most bejöttünk a lakókocsiba, és mint látjátok, a beltéri egység gyönyörű szépen veszi az adatokat, szélerősséget, hőmérsékletet, minden adatot a kültéri egység küld a beltéri egységnek. A beltéri egységnek viszont föl kell csatlakoznia az internetre Wi-Fi-n keresztül, és a Wi-Fi-re küldött jeleket, vagyis hát a hálózatra küldött jeleket pedig fel kell dolgoztatni egy közösségi időjárás megosztó oldalon, ahol első körben be kell regisztrálnunk. Ugye itt én már létrehoztam a regisztrációt, ide már csak be kell lépnem. Regisztráció kötött egyébként egy vizsgához, több vizsgakérdés van, mint például, hogy nem fogod a garázsba bekapcsolni és úgy fölküldeni a közösségi adatokat, tehát olyan jellegű meteorológiai ismeretekre kíváncsi, ami fontos, hogy ilyen kis himi-humi feltöltések ne történjenek, hiszen az a weboldalnak a hitelességét is rontja. Na, amint beregisztráltunk, ugye többféle, hát tudnánk előfizetni reklámmentesre, stb. Stb., de itt nekünk ez a fontos, hogy új eszközt adunk hozzá. Ki tudnánk választani különböző márkájú állomásokat, de mi most az egyéb vagy más kategóriát fogjuk választani, és itt megadjuk a GPS koordinátát. Miután megadtuk a koordinátáinkat, utána kell választani egy nevet. Magasságát a koordináta alapján beírja. Felület típusát kiválasszuk, hogy fém, magassága talaj fölött pedig, hát mondjuk olyan 4 méter, nem 40, hanem 4. Elfogadjuk, szeretnénk, és következő. Miután ezzel megvagyunk, itt láthatjátok, hogy kaptunk 2 darab azonosítót. Ezeket az adatokat be kell írni a mi kis beltéri egységünknek az agyába, és így fog tudni csatlakozni a Underground oldalára a mi kis eszközünk, és küldeni az adatokat. Na most ahhoz, hogy a mi eszközünkhöz tudjunk csatlakozni Wi-Fi-n keresztül, ahhoz nekünk meg kell nyomni ezt a baró gombot, és amint látjátok, megjelent ez a AP felirat, illetve egy kis Wi-Fi piktogram. Így már fogunk tudni csatlakozni a mi mobiltelefonunkkal a hálózathoz. Ehhez meg kell nyitni ugye a Wi-Fi-t, és itt látható ez a VVS. A VVS ez a mi meteorológiai állomásunk. Most miután csatlakoztunk Wi-Fi-n keresztül a beltéri egységhez, A böngészőbe beírjuk a beltéri egység IP címét, ami 192.168.1.1, és itt be kell állítanunk a routert, tehát azt a routert, azt a internet elérési pontot, ahova szeretnénk, hogy csatlakozzon maga a beltéri egység. Én nekem itt már ki van választva, hogy melyik routerhez, milyen jelszóval kommunikál, és most pedig a Watergrund által adott adatokat megadjuk, ami ugye úgy néz ki, hogy Nagyi, Nagyem, Aladár, Géza, László, Dénes, 19, és a jelszó pedig azt mondja, most beírtuk a jelszót is, és szeretnénk, hogy feltöltse a weboldalra, ezért ugye ki is van pipálva. Azt mondjuk, hogy hozzáad. Most miután azt mondtuk, hogy feltölt, megnézzük az eszközünket. Most lefrissítjük, és igen, megjelent online, most már elérhető a meteorológiai állomásunk. Tehát a közösségi adatot töltjük föl a rendszerbe, és meg is tudjuk ugye nézni a részleteket. Ugye jelenleg most 30 Celsius fokot tölt föl, itt vannak a környező állomások, akik töltenek föl itt Maglódról és környékéről. Ugye itt mutatja, hogy hány Celsius fok, milyen szélirány, mekkora szélerő, nyomás, légnyomás, UV-érték és különböző adatok itt szépen sorakoznak a táblázatba, diagramba, amit egyébként ki tudunk listázni és le is tudunk tölteni, akár táblázatba, akár grafikonokkal meg tudjuk jeleníteni. Most én szerintem ez egy rendkívül jó kis készülék a VEVOR-tól, aki egyébként egész jó minőséget gyárt, eddig már kaptam tőle két különböző eszközt, mind a kettővel meg vagyok elégedve, szerintem egész jókat gyárt. Az ajánlói linket be fogom rakni a videó leírásába. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, kérlek, hogy támogassátok egy lájkkal, mert azt szereti az algoritmus, és én is szeretem, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, mindenkinek erőt, reménységet, szervusztok!